Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladékmentes otthonomban. A mai videóban a szobanövényeké lesz a főszerep. Nagyon szerettétek a korábbi szobanövényes videóimat. Többen kértétek is, hogy még csináljak hasonló videókat, elsősorban a növények szaporításával kapcsolatosan. Így ma ez lesz a témánk. Ebben a videóban kimondottan olyan szobanövényeket, egész pontosan 9 szobanövényt fogok megmutatni nektek, amelyeknek a vízben való gyökeresztetése nagyon-nagyon egyszerű. Az első nagy kedvencem a pénzlevelű pílea. Tulajdonképpen ez az a növény, amire nagyon-nagyon régóta vágytam, végre sikerült körülbelül 2 évvel ezelőtt, 1,5 évvel ezelőtt hozzájutnom egyhez, aztán fél év sem kellett, gyakorlatilag az egész növény elpusztult, de végül sikerült megmentenem, és most ott tart, hogy annyira sok kis növényke fejlődött a fő növény mellett, hogy eljött az ideje, hogy megpróbáljam gyökeresztetni, szaporítani ezt a kedvenc növényemet is. A kis növendék növény elválasztásánál nagyon figyeljetek arra, hogy lehetőség szerint minél kevesebb kárt okozzatok a többi kicsi növény, illetve a fő növény gyökérzetében. A szobafutóka egy nagyon közkedvelt futónövény. Gyerekkoromban gyakorlatilag minden háztartásban, minden családnál megtalálható volt. Én is nagyon kedvelem, mert borzasztó egyszerű kezelni, és borzasztó egyszerű a gyökeresztetése, a szaporítása. Az új gyökérzet ezekből a kis rügyekből fog kifejlődni. Ez a philodendron nagyon hasonlít a szobafutókára, de egy teljesen más növény, bár a kezelése és az ápolása nagyjából megegyezik a szobafutókájéval. Itt is megtalálhatóak azok a pici rügyek, amikből majd a gyökérzet fog kifejlődni. Jóval kisebbek, és nehezebb észrevenni őket, de ha alaposan megnézitek, akkor láthatóak. Nagy kedvencem ez a monstera, amit egy barátnőmtől örököltem át. Elég nagyra nőtt, úgyhogy éppen ideje, hogy egy picit vágjak belőle. Ezen a növényen, ha lehet, még kisebbek azok a picike rügyek, amikből majd a gyökérzet kifejlődik. Viszont nagyon könnyű megtalálni azt a pontot, amit majd vízbe kell helyezni, hiszen ez az a része a szárának, ahol meg van vastagodva az egész szár. A növény szárát ez alatt érdemes majd elvágni, és ezt kell vízbe helyezni. Viszonylag új növény nálunk ez a nyílgyökér. Nagy kedvencem lett, mert amilyen rövid idő óta van nálunk, olyan rettentő gyorsan növekszik, úgyhogy körülbelül egy pár hónap után már el is jutottunk oda, hogy érdemes belőle egy ágat levágnom és gyökeresztetnem. A nyílgyökér esetében is ezeket a megvastagodott szárrészeket kell keresned, innen fognak elindulni az új gyökerek. Régi kedvencem ez a speciális lukacsos levelű monstera, amelynek már a gyökeresztetése több ízben sikerült, most ismét eljött az idő, hogy újra megtegyem. Csak keresd a kis rügyeket a levelek elágazásainál. A bársonylevelű philodendron egy pici levelű, apró levelű, viszonylag gyorsan futó, valóban futó növény. Körülbelül fél éve van nálam, és már több olyan ága is van, amit érdemes kicsit levágni, hogy gyökeresztethessem. A gyökeresztetés módszere gyakorlatilag ugyanolyan, mint az eddigieknél. Keresd a levelek végénél a kis rügyeket, és ott vágd el, ezekből a rügyekből fognak kifejlődni az új gyökerek. Nemrégiben szereztem be a Monstera növényemnek egy kis testvérét, a Monstera Minimát. Pont ugyanúgy néz ki, csak cuki helyes kis levelei vannak. A gyökeresztetése pont ugyanúgy történik, el kell vágni a megfelelő helyen, ott, ahol a szár meg van vastagodva. Egyébként nagyon-nagyon gyorsan nő, körülbelül fél év után már eljutott oda, hogy le tudok vágni belőle egy szép ágat. Ha viszonylag gyorsan, rövid idő alatt szeretnél sok-sok szép zöld növényt látni a lakásodban, akkor szerezd be egy közönséges pletykát. Akár a jó időben, nyári időszakban kint az udvaron, teraszon, akár egész évben bent a lakásban, borzasztó, igénytelen és nagyon hálás kis növény. Ja, ugye szaporítani, gyökeresztetni pedig rettentő egyszerű. Majd, hogy nem is kell nézni, hogy hol vágod le, hol metszed vissza a növényedet, ott, ahol a levelek csatlakoznak a szárhoz, ott fog majd új gyökeret ereszteni.
Minden növényre igaz egyébként, amit most vízben fogok gyökeresztetni, hogy érdemes az alsó leveleket a szárról levágni, így a rothadásnak a kockázata jelentősen csökken, és ezzel együtt a kigyökerezés esélye viszont jelentősen nő. Ez az a 9 szobanövény, amelyiket vízben nagyon-nagyon egyszerű gyökeresztetni, és most mutatok nektek egy olyan dekorációt, ami szerintem rendkívül mutatós tud lenni egy arra megfelelő helyen kialakítva. Én a fürdőszobában készítettem el, ez egyfajta függő, lógó, gyökeresztető falat, amihez csupán zsinóra volt szükségem, pár kampóra és befőttes üvegekre. Örülnék neki, hogyha elmesélnétek a saját tapasztalataitokat is. Melyik szobanövényeket volt számotokra nagyon egyszerű gyökeresztetni, és melyikkel gyűlt meg a bajotok? Volt kedvencetek közöttük, vagy van kedvencetek közöttük? És van-e olyan szobanövény, amit még szívesen látnátok tőlem, hogy megmutassam? Bízom benne, hogy a mai videó ismét segített nektek, hogy minél több szobanövénnyel tudjátok körbevenni magatokat. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Ha tetszett ez a kis bemutató, akkor örülnék, ha jeleznétek ezt nekem egy lájkkal. A következő alkalommal maradék kicsi szappandarabokra mutatok pár felhasználási javaslatot, így azokat sem kell majd kidobnotok a jövőben. Ha nem szeretnétek lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. A harangjel bekapcsolásával pedig értesítést kaptok a következő videó megjelenésének idejéről. Hamarosan találkozunk, sziasztok!